Elérkeztünk egy jeles alkalomhoz az életedben, az első kiállításon nyílik ma meg itt a Zarándokházban. Mikor kezdtél el festeni, hogyan kerültél ehhez a művészethez közel? 2016 végén kezdtem, így karácsony környékén, ilyen ajándékként, még először állatokkal, tehát így rókákkal, úgy a színek úgy megfogtak, hogy ez a narancsos, rikítósabb, és utána jöttek a portrék, ami ellen mindig ellenkeztem, hogy nem, mert az nehéz, de szeretem, mert kifejező, és mindegyik más igazából, és kettőt ugyanúgy nem lehet megfesteni. Ki volt a családban, aki úgy gondolta, hogy belőle egy jó festő válhat, és ez egy remek ajándék? Hát nem is család, inkább ilyen baráti körbe volt, hogy fessek egy rókát, és festettem egy rókát, és az lett. Régebben is szerettél? Tehát gyerekkorodban is szerettél rajzolgatni? Tehát valahol közel állt hozzád? Igen, inkább a rajzolgatás volt, ami fekete-fehérben leginkább, tehát a színeket azt annyira nem. És utána inkább ezek a színesek, ami úgy megfogott. Miért éppen a tekintetek? Tehát miért éppen ezekre helyezted most a képeken a hangsúlyt? Egyik ember sem egyforma, tehát, sőt, egy tekintet sem egyforma, és ezt több formában, több ábrázolásban vissza tudom adni. A képeken ismert szereplőket lehet látni, filmekből vettél mintát, a mindennapokból. Ők a kedvenceid, tehát közel álló karaktereket választottál? Nagyrészt igen, és főleg olyanokat, akik mivel hogy színészek, tehát el tudják játszani azt a tekintetet, vagy tudják úgy visszaadni azt a tekintetet, amit én vászonra, illetve erre vetettem, vagyis hogy látszódjon az a tekintet. És számodra mit mesélnek ezek a tekintetek? Igazából nem számomra fontos, hanem a többieknek, hogy ők meglássák azt a tekintetet benne, amit én, és hát ha vissza tudom azt kapni tőlük, hogy ők is azt látják. Van egyébként kedvenc képed itt a kiállításon? Pont itt van mögöttem, igen, az első. Ez egy gyönyörű kék tekintet. Miért pont ő a kedvenc? Tehát ő volt az első is, vagy valami külön kötődésed van hozzá? Igazából maga a szeme az fogott meg ahogy elmereng, meg a maga a kék szín. Tehát nehéz egy ilyen képet megfesteni? Ez relatív. Nem tudom, valakinek biztos nehéz, nekem nem. És a család egyébként hogyan reagált arra, hogy belőled egy festőművész válik itt az elmúlt években? Hát örültek, meg támogatnak mindenben, amiben tudnak. Számodra jó érzés volt ez az ötlet? Úgy tudom, a barátok, a család felérkezett, hogy legyen egy kiállítás, ott próbáltak vele meglepni is, ha jól tudom. De milyen érzés most itt lenni a saját képeid között? Jó, örülök. Sokan, akik itt lesznek, már látták a képeimet, úgy közösségi oldalakon, meg személyesen is persze. De ez így teljesen más, mert többen láthatják, több emberhez jut el. Lesz, akinek van ez meglepetés veled kapcsolatban? Tehát aki nem ismerte ezt az oldalad? Szerintem lesz, igen. Mit gondolsz, milyen érzésekkel fognak távozni? Remélem, hogy jó. Nagyon remélem, hogy jó. Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket Surman Pál festménykiállításának megnyitóján. Előjáróban röviden ismertetném az alkotó életpályáját és szakmai útját, majd átadom a szót polgármester úrnak és a kiállítás megnyitójának. Surman Pál 1984. augusztus 30-án született Budapesten. Tanulmányait 1990-ben kezdte a Sári 1-es számú általános iskolában, majd Budapesten folytatta a KS Gyula faipari szakképzőiskolában. Jelenleg az Rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem munkatársa, ahol fegyveres laktanyőrként teljesít szolgálatot. Rajzolással már több mint 20 éve foglalkozik, a festészet világában azonban mindössze 2 éve kezdett komolyabban tevékenykedni. Portréfestmény gyűjteménye jelenleg mintegy 50 darabot számlál. Alkotásai témáját többnyire a filmkarakterfigurák, színészek, zenészek, énekesek és festők adják, de elkészítette már saját önarcképét is. A tavalyi esztendőben fogalmazódott meg az alkotóban a kiállítás gondolata, majd 35. születésnapjához közeledve barátai idén nyáron meglepetésként kezdeményezték annak megvalósítását. A Tekintetek című kiállítás eddigi munkájába kíván betekintést nyújtani. És most felkérem Kőszegi Zoltán polgármester urat, hogy köszöntse az egybegyűlteket. Kedves egybegyűltek, kedves Pali, mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök, de
kiemelt tisztelettel téged, és hát közvetlen családtagjaidat, barátaidat, akik ismernek, tisztelnek és szeretnek, és természetesen mindenkit, akik itt jelen vagyunk. Meglepődtem, hogy ezt a termet gyakorlatilag betöltöttük, most augusztus 16-án egy ilyen meleg nyári délutánon, amikor mindenki hosszú hétvégére készül, elutaznak, programja van mindenkinek, és mégis ennyien fontosnak tartották, hogy ezen a mai kiállítás megnyitón itt legyenek. Meglepetés volt számomra, amikor megtudtam, hogy egy olyan kiállítás készülődik itt ebben a házban, ami a te alkotásaidat fogja bemutatni és felsorakoztatni. Hát sok mindent tudtam rólad, de ezt nem, hogy te ilyen szintre fejlesztetted fel ezt a hobbidat és ezt az érdeklődési körödet. Nagyon örülök ennek. Na, mindenki számára nagyon fontos, hogy megtalálja a helyét az életben, hogy ki tudjon teljesedni, hogy teljes legyen az élete, hogy alkotni tudjon, hogy önmagának és másoknak is örömet tudjon szerezni. Azt hiszem, hogy az egyik küldetésünk itt a Földön az, hogy megörvendeztessük mindazokat, akik körülvesznek minket, és szerintem ezzel, többek között ezzel is te ezt teszed, és valószínűleg most nagyon sokan büszkék rád, a családtagjaid, a barátaid közül, és hát természetesen misáriak, dabasiak, minden alkotóra és minden különleges emberre büszkék vagyunk. Hát most már azt hiszem, hogy ezután a kiállítás után te is a nem hétköznapi emberek közé fogsz tartozni, és jó példát mutatsz mindenkinek abban, hogy érdemes valamibe belevágni a fejszénket, és érdemes azt a legmagasabb szintre fokozni azt a tevékenységet, mert hiszen nagyon jól tudjuk, ezt nem csak a pedagógus körök vallják, hanem most már gyakorlatilag a közbeszédben is egyre többször megjelenik, hogy mindenki valamiben tehetséges, van, aki több mindenben tehetséges, de mindenki valamiben biztosan tehetséges. Kapunk talentumot, az a kérdés, hogy ezzel mi hogyan élünk, és mennyire tudjuk ezt kihozni magunkból és kibontakoztatni. Hát ebben a műfajban biztos, hogy tehetséges vagy, csak ahogy végig pillantottam itt a képeken, és a meghívóra is ránéztem, abból már látszott az, hogy nem hétköznapi az, amit teszel, amit csinálsz, és mindenképpen érdemes arra, hogy itt ebben a közösségben kiállítás szervezzen neked ez a ház, ez a közösség. A sorsnak egy ilyen, a rendezőnek, a nagy rendezőnek egy külön ajándéka az, hogy a te első bemutatkozó kiállításod az abban az évben van, 2019-ben, amit a városban úgy hirdettünk meg, hogy legyen példa az életed. És ebben az évben, amikor azt hirdettük meg, és arra hívtunk fel mindenkit ebben a városban, hogy éljen úgy, hogy legyen példa az életed, te most megmutatod, hogy a te életedben is van több minden, ami példa lehet mások számára, és ezt most pont ebben az esztendőben hoztad a felszínre, és mutatod meg ezen a kiállításon, úgyhogy ennek külön örülök, és külön köszönöm ezt a sorsrendezői ajándékot. Úgyhogy sok sikert kívánok, sok örömet, és még nagyon-nagyon sok festői alkotást. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Köszönjük polgármester úr szavait, és most megkérem Kakucsi Csernák Zoltánt, Prima és Dürer díjas festőművészt, hogy nyissa meg a kiállítást. Nem tudom, én nem szeretek mikrofonba beszélni. Lehet hallani így a hangomat? Elég jó? Akkor elköszönök a mikrofontól. Hát egy nagyon nagyon, nem is tudom, talán azt nem mondanám, hogy nehéz helyzetben vagyok, hiszen nekem volt egy mesterem, aki úgy fogalmazta meg, hogy az egyik szürke állománynak nincs joga sem bírálni, sem véleményt alkotni a másik szürke állomány gondolataival. De mégis valahol végtelenül megtisztelő, hogy egy 10 éves, több mint 10 éves barátságra visszatekintő múlt után pár barátom az első kiállításán, ahol ő elveszíti alkotói szüzességét kiállítás terén, én nyithatom meg az ő kiállítását. Viszont miért szeretünk kiállításokra járni és kiállítás megnyitókra? Első körben azért, mert rengeteg a finomság. Ezért ezt adjuk meg, hogy azért a kiállítás megnyitóknak ez komoly hangulatot tud adni, viszont a viccet félretéve nem csak ez. Ugye ma egy felgyorsult világban élünk, ahol a képinformációk rettenetesen áramlanak ránk, és az alkotó művész, az alkotó gondolat, az mindenkit vonz, hiszen egy kicsit megállít bennünket, úgymond
azok a tekintetek, amelyek visszanéznek a képről egy alkotáson, és ugye Poli ezt a címet választotta nagyon okosan, hiszen a körülöttünk lévő és látható alkotások mindegyike szinte számunkra és mindenki számára ismer jeleneteket vagy arcokat ábrázolnak egy adott filmből, egy könyvből vagy bármi másból. Pál ezt nagyon szépen megfogalmazza és nagyon jól applikálja fel a képeire, mindamellett, hogy nagyon-nagyon pozitív és jó értelembe véve ő egy amatőr alkotó. Az amatőr alatt nem azt értem, amit nagyon sokan pejoratívan szoktunk érteni, hogy amatőr és nem hozzáértő. Nem. Az amatőr az műkedvelő alkotó, és a műkedvelő alkotók nagyon sokszor sokkal őszintébben fejezik ki magukat, mint a professzionális művészek. A professzionalitást itt nem a hozzáértésre gondolom ismételten, hanem a megélhetés. Tehát egy professzionális alkotót az amatőr műkedvelő alkotótól mindössze azt különbözteti meg, ha kellően az amatőr alkotó alázattal tanul, hogy ő ebből meg akar élni. Igazából nem tudom még mit tehetnék hozzá ehhez, hiszen polgármester úr nagyon szépen megfogalmazott mindent, és én azt vettem észre, hogy bármilyen gondolatom támad, az így szép lassan így el pufogtatva. És én most hirtelen el is veszítettem ott a fonalat, hogy hogyan is kéne ezt nekem felvezetni, és mit mondhatnék én Párról, hiszen ő, ahogy polgármester úr is mondta, és mindenki tudja, ő most egy első alkotásait bemutató ember, aki a legnagyobb megtiszteltetéssel fordul a közönség felé, hiszen a legbensőbb gondolatait, a legbensőbb érzéseit tárja az alkotó felé, különböző arcokba beleolvasztva, és ez a legszebb a művészetben, és ezért járunk egy kicsit ilyen kukkolósan művészet kiállításokra, bármilyen kiállításra, hogy egy alkotónak a lelkét mélyebben megvizsgáljuk, hiszen olyan dolgokat hoz felszínre, amelyeket ránézésre, hétköznapi életben, az utcán találkozva nem láthatunk. És én emellett a gondolat mellett át is adnám Pálnak a képeit, és Zoltánnal közösen, polgármester úrral közösen megnyitnám Pálnak a kiállítását, és ajánlom mindenki figyelmébe, mind a mellett, hogy amit azért mondok, hogy Pálnak van tehetsége. De a tehetség, és ezt most hozzáfordulva mondom, nem jogosít téged, hanem kötelez. Kötelez arra, hogy 10 év múlva a 100. kiállításodon olyan képekkel örvendeztes meg a közönséget, hogy mindenkinek külön kis sötét kelljen adni, hogy az állát felsöpöri a padból. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon jó nézelődést, művészúrral való beszélgetést, és hát egy közösen szépen eltöltött és kellemesen eltöltött délután. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, és most az alkotót szeretném kérni, hogy szóljon a jelenlévőkhöz. Köszönöm. Véget ért, hát véget még nem ért, javában tart a kiállítás, nagyon sokan vannak most már itt az Zarándokházban, illetve itt az udvaron. Kertavató matiné, de nem is ez az első estétek itt az udvaron, mesélj nekünk az elmúlt programokról, és mit terveztetek a ma estére? Így van, volt már egy programunk, a kertmozi, vagyis hát mi a filmkert nevet adtuk neki. Az volt tulajdonképpen az elkészült, befüvesített, beparkosított kerthelyiségünknek az első rendezvénye. Ezt a Volla Event rendezésében szerveztük meg, vagy a társszervezésében rendeztük meg. A Kincsem című filmet vetítettük, és az volt a célunk, hogy egy hangulatos, laza estét tudjunk összehozni. Ugye a mozi az általában mindenkinek szimpatikus és bejön, főleg ha a film is olyan, ami könnyen emészthető, szórakoztató. Úgyhogy azt gondolom, hogy az egy nagyon jó program, egy nagyon jó indító volt, mert tényleg sikerült akár a berendezéssel, a dekorációval, a filmválasztással és mindennel együtt összehozni azt az estét, úgyhogy egy nagyon pozitív lecsengése is visszhangja legyen. És hát ennek folytatásaként, vagy ezen így felbuzdulva, meg hát hogy használjuk ugye ezt a teret, ha már itt van, és ilyen nagyon szép és nagyon jól használható is. Úgyhogy ennek okán kertavató matinét szerveztünk a ma estére.
aminek a lényege szintén az, hogy ne ilyen nagyon kötött és merev, és nem tudom, olyan rendezvény legyen, amire nem tudjuk megszólítani az embereket, hanem próbálunk arra odafigyelni, hogy akár gyermekbarát legyen, akár hogy a fiatalokat, vagy akár az idősebbeket is meg tudjuk szólítani. Úgyhogy egy-egy ilyen elemet így beemeltünk ezekhez kapcsolódóan is a rendezvénybe, rendezvényekbe. A ma estén egy zenekart hívtunk el, akik napjaink slágereiből fognak nekünk muzsikálni, az RPT tánczenekar. Ezen kívül koktélok fogyaszthatók, grillételek, ételek fogyaszthatók, illetve egy kézműves sörös és boros standdal is készülünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy ez az este jól sikerüljön. Remélem, hogy sokan eljönnek. A visszajelzések azt mondják, hogy sok emberre számíthatunk. És hát, hogyha pozitív lesz és jól zárjuk, akkor természetesen folytatást is tervezünk. Ezt szeretnétek a házból kihozni, hogy a hagyományőrzés a kulturális programok mellett az ifjúságnak, a fiatalabb korosztálynak is nyújtsatok programokat, egy helyet, ahol összegyűlhetnek a barátokkal? Akár ezt is, hát én azt gondolom, hogy sokrétűnek, sokszínűnek kell lenni, és folyamatosan figyelni az igényeket, és nyitottnak lenni arra, ami ugye adott kereteken belül megoldható itt a házban, és megvalósítható. Úgyhogy nem zárkózunk el, sőt, nagyon szívesen fogadjuk az ötleteket, a bármilyen javaslatot. Például most Palinak a kiállítása, Surman Palinak a kiállítása is úgy jött össze, hogy egy barátja keresett meg, hogy ők szeretnének szülinapja alkalmából egy kiállításra kedveskedni neki. Tehát ha így mondhatom, akkor ez egy kívülről jövő kezdeményezésként indult el és jött össze. Úgyhogy ezekre is abszolút nyitottak vagyunk, tehát bármi tényleg, ami ide illeszkedhet, azt mi igyekszünk megragadni és megszervezni ide.